Ez a hetek Originals és a vonalban Somkuti Bálint, az MCC geopolitikai műhelyének kutatója, elemzője, üdvözlöm. Üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Elmúlt héten beszélgettünk, akkor említette, hogy egy baleset miatt otthon kell tartózkodnia. Hogy van most? Köszönöm szépen, a felépülés szakasza folytatódik, míg 4 hétig mindenképpen viselnek ezt a rögzítőt, és szigorú fekvés, illetve felpolcolt lábban előírva, úgyhogy fájdalmam szerencsére nincsenek, de nagyon kellemetlen ez a félig mozgásképtelen állapot, úgyhogy köszönöm szépen a kérdést, javulok, de lassan. És nagyon sok nézőnk és jobbulást kívánt a legutóbbi adás során. A mai beszélgetésünk, az élő fórumunkhoz várjuk nézőinknek a kérdéseit. Tervek szerint beszélgetünk a NATO-ról, sokféle NATO-val kapcsolatos hír érkezett az elmúlt héten, és Ukrajnáról is, és a gázai frontról is szót ejtünk. De mielőtt ezekbe belekezdenénk, hadd kérdezzem azt meg, hogy mit szól ahhoz, hogy egy szélsőségesen ukrán párti blog, vagy inkább Facebook oldal már Robert C. Kastel mellett a második legveszélyesebb orosz propagandistának állította be önt. Láttam Kucsmában, vörös zászló érdemrenddel kidekorálva, nagyon komoly erőfeszítést tesznek ennek az alátámasztására. Mit szól ehhez? Winston Churchillnek van egy mondása, hogy aznak az embernek, akik nincsenek ellensége, nem is ért el semmit. Úgyhogy én ennek megfelelően foglalkozom, hogy egész pontosan nem foglalkozom az üggyel. Pontosan lehet tudni egyébként, hogy ki csinálja ezeket a dolgokat, ki működteti ezt az oldalt. Hogy mondjam, a kutya ugat, a karaván halad. Tehát én ezekkel a dolgokkal nem tudok foglalkozni. Valós érvekkel, valós szempontok alapján tudok és merek is bárkivel vitatkozni. Az összes többivel nem tudok mit csinálni. Nem idegesen nem akarom magamat rajta, mert teljesen fölösleges. Azok az alaptalan sértegetések, amelyek a tesómra vonatkoznak, amelyeket határozottan ezúttal is száfolok, azokkal meg nem tudok mit kezdeni. Hát minden esetre vitatkozni valóban nem lehet egy álnéven publikáló, de egyébként napi több órát ezzel az oldallal foglalkozó ismeretlen személy. Azt gondolom, az önmagában is egyébként sokat elmond, hogyha valaki főállásként ezzel tud és akar foglalkozni. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy azért nagyon komolyan, tehát a magán Facebook profilomon is rendszeresen szembe jönnek a hirdetései, tehát valaki nagyon komoly pénzeket fektet ebbe a történetbe, hát nem tudom, lelke rajtam, és mit mondjak erre. Igazából a kuruc-labanc szembenállás, amióta a külső hatalmak beleavatkoznak és bele tudnak avatkozni Magyarország életébe, az jelen van, csinálja most. Nyilván, ha túlmegy egy határon, akkor jogi lépéseket kell tenni ellene, de ez a szint az én esetemben még nem jött el. Onnantól kezdve én nem tudom, örülök, hogy működik, ez is azt jelenti, hogy elértem valamit. Egyébként említi ugye más összefüggésben a kurucokat, de maga a kurucinfo egy ilyen történet, ami név nélkül egy másik témában folyamatosan nyomja a süketségeket. De akkor... Hát összeesküvés elméletekkel nem érdemes foglalkozni egyébként, mert ezek olyan hiedelmekből táplálkoznak, amelyek személyes meggyőződés részét képezik, és ezekkel szembe észérvekkel menni nem nagyon lehet. Ugye, nem tudom, talán mi még nem beszéltünk róla, de van a QAnon összeesküvés elmélet, amely arról szól, hogy Amerikában egy sátánista szekta tinédzsereket, gyerekeket rabol, és utána feláldozza őket mindenféle ördögi szertartások kísértébe, és ennek az lett az eredmény, hogy egy férfi megjelent egy gépkarabélya kezébe, és egy amerikai gyorsételemláncnál követelt, hogy megnézhesse a pincét, mert tudja, hogy ott tartják fogva a gyerekeket. Akkor megmutatták, hogy a háznak nincs pincéje, akkor zavartan távozott, majd a rendőrség letartóztatta a kényszerítésért. Tehát igazából ezzel a szituációval, ezzel a helyzetben nem nagyon lehet mit csinálni szerintem. Viszont ha már összeesküvés elméleteket említette, akkor hadd beszéljünk egy kicsit arról, mi nagyon gyakran kapunk visszajelzéseket, kommenteket különböző olyan történelmi eseményekkel kapcsolatban, amelyekről sokan azt állítják, hogy hát egészen másként történtek, mint ahogy mi ismerjük. És most ez annak kapcsán erősödött föl az elmúlt napokban, hogy Josep Borrell, az Európai Unió külügyi főbiztosa tett egy ilyen kijelentést, hogy Izrael pénzelte a Hamaszt, és annak érdekében, hogy visszaszorítsa, relativizálja a palesztin hatóságot és a Fatahot, és akkor erre jöttek olyan visszajelzések, hogy hát persze ez mint mi ebben a meglepetés, hiszen tudjuk azt, hogy Izrael hozta létre a Hamaszt, és akkor jönnek innen kezdve visszafelé
időben a úgymond a megfejtések, hogy október 7-ét is Izrael rendezte meg saját maga azért, hogy újabb területeket hódítson az arab világból. Mit lehet ezeknek a hozzászólóknak válaszolni értelmesen? Az összeesküvés elméleteknek az aranykora gyakorlatilag a nyugati fősodratú média tömeges lebukásával indult meg, onnantól kezdve, hogy egyértelművé vált, hogy nem lehet annak a magát mértékadónak, objektívnak és függetlennek tartó sajtónak sem hinni, amelyik ezeket a jelszavakat tűzte a zászlajára, onnantól kezdve azok a személyes hiedelmek, amelyek bizonyos meggyőződésekből táplálkoznak, egyre erősebbek lettek. Ezen a területen egyre több alkalommal találkozunk egészen hajmeresztő történetekkel. De van az a mondás, amit én magam is megosztottam egyébként, hogy mi a különbség manapság az összeesküvés elméletek és a valóság között, tehát manapság 6 hónap. Tehát több olyan ilyen összeesküvés elméletről is kiderült, hogy van valóság alapja, amelyet teljesen elképzelhetetlennek tartottunk. Úgyhogy hagyjon csak tiszta vizet a pohárba. Valóban valamelyik izraeli titkosszolgálat, most nem tudom megmondani, hogy melyik, szerintem a Simbert lehetett, hiszen az ő feladata az ilyen típusú dolgoknak az intézése, valóban közreműködött, bújtatott formában a Hamas megerősödésében, nem a létrejöttében, hanem a megerősödésében, hogy a Fatahnak egyfajta konkurenciát támaszon, és az egyébként szintén terrorista szervezetként működő palesztin felszabadulási szervezet mellé legyen egy olyan konkurencia, mert ez oszd meg és uralkodj elven működik. De akkor, hölgyeim és uraim, az összes titkosszolgálata a világnak ezen az elven működik. De a német titkosszolgálat nem gondolta, hogy mekkora baj zúdít a nyakába, amikor Vladimir Ilics Lenint Svájcból Szentpétervár felé vonatoztatta, egyébként nem zárt kocsikba, de nyilván őrizet alatt, és még pénzzel is ellátta őket. Tehát gyakorlatilag a titkosszolgálatok mindig felhasználtak kétséges elemeket, vagy kétes elemeket arra, hogy az ellenségeiket gyengítsék. Hagyj mondjuk el egy másik történelmi példát. Osama Bin Laden valóban a CIA támogatottja volt, ugyanis a CIA által létrehozott, vagy komolyan támogatott, nem ők hozták létre, de komolyan támogatott Mujahed programnak Osama Bin Laden is része volt. Azt azért illik hozzátenni ilyenkor, hogy a Bin Laden család az egyik legliberálisabb szaudarábiai családok közé tartozott, és az ő felfogásuk messze nem az a szélsőséges wahhabita volt, mint amely a legtöbb szaudi családot jellemzi egyébként. Olyan katonatiszt mesélte magyar PRT parancsnok, aki Afganisztánt megjárta, hogy találkozott egy idős emberrel, és amikor elkezdték mesélni, hogy a magyar PRT mi mindent fog csinálni, akkor félrehívta őt az idős ember, és tolmács segítségével elmondta neki, hogy nézze, nagyon szimpatikusak maguk, nem amerikaiak, nem nyugatiak, nem gyarmatosan jöttek ide, mert hiszük, hogy segíteni, de hagyd mondjam el, hogy én még emlékszem arra a 80-as évekbeli jelenetre, amikor egy amerikai összekötő idehozott egy szakállas fiatalembert, aki nagyon furcsa, nyugati módra öltözött, és azt mondta, hogy ő lesz innentől kezdve az összekötőjük, és úgy hívják, hogy Osama Bin Laden. Tehát ezek a történetek, ezek a sztorik, ezek a titkosszolgálatoknak végigkísérik a történetét, és nem egy, nem kettő alkalommal bizonyult öngólnak ezeknek a lépéseknek a megtétele, ami ott és akkor jónak tűnt. És akkor hagyd tegyek hozzá még egy ilyen történetet, hogy osszak meg még egy ilyen gondolatot. Gyakorlatilag a titkosszolgálatok hiába reklámozzák magukról, hogy mindenek felett állnak, ugyanúgy képesek hibákat elkövetni. Tehát szeptember 11-éhez vezető lépcsőfokok között is ott volt, hogy figyelmeztetett valaki valahol arra, hogy Osama Bin Laden mire készül, de ez az információ a titkaikat féltékeny őrző titkosszolgálatok között elsikkadt. Tehát utána hozták létre a National, hogy hívják őket, az Amerikai Nemzeti Titkosszolgálati Tanácsot, ami mind a 16 titkosszolgálatot egyesíti, hogy pontosan ezek az információk megosztásra kerüljenek, és ne sikkadjanak el. Még egy történetet hagyd tegyek hozzá, hogy aki azt gondolja, és ezt azért tegyük hozzá, hogy Izraelben is minden tökéletesen működik, annak figyelmébe idézném, hogy Izrael a földközi tenger mellett fekszik, és az izraeli lakosság az nagyon sok hasonlóságot mutat az olaszokkal és a spanyolokkal. Na most a spanyoloknak az a mañana, ami azt jelenti, hogy holnap hozzáállása és felfogása, bizony egy-egy meg nem erősített információ esetén ugyanúgy működik Izraelbe is, mint Spanyolországban vagy Olaszországban, ráérünk arra, még mondta rá Pató Pál úr. Tehát ezek az ilyen nagyon-nagyon távolra vívő, megmerem kockáztatni, hogy rossz indulatú pletykák, ezek általában a valóság tesztjén el szoktak bukni. A szeptember 11-e és október 7-e közötti párhuzamot kereső között egy érdekes érvet azért, vagy felvetést találtam. Azt mondták, akik ezzel kapcsolatban küldtek nekünk hozzászólást, hogy hát mindkét esetben feltűnően hiányzott a légierőnek a
közreműködés. Ugye szeptember 11-én a repülőgépek több mint egy órát haladtak az amerikai légtérbe anélkül, hogy vadászgépek megpróbálták volna, talán az utolsót leszámítva megakadályozni őket, és október 7-én is az izraeli légierő, ahol egy sokkal szűkebb térről volt ráadásul szó, szintén nem, vagy csak nagyon késve avatkozott be. Erre mit lehet mondani? Ez egy nagyon általános és nagyon széles körbe elterjedt gondolat. Én is megkaptam egy videó, egy podcast adás alá, hogy minek beszélek szárazföldi célmegjelölő alakulatokra, amikor a repülőgépekre is föl lehet szerelni egy konténert, és akkor azzal a lézermes célmegjelölést a repülőgép is el tudja végezni. Aki ezt mondja, és ezt gondoljanak, fogalma sincs arra, hogy működik egy modern hadművelet. A levegőből 800-900 vagy akár 1500 km per óra sebességgel nem lehet látni a dolgokat. Tehát egész egyszerűen, és akkor kezdjük Izraellel. Amikor a Hamas elkezdett mészárolni a zenei fesztiválon, mit tudott volna csinálni a légierő? Még egy Apache helikopter tudott valamit csinálni. Hát amikor 30-40 méterről vagy 10 méterről lövik egymást emberek, akkor nem lehet egy gépágyúval se belül, nem, hogy egy nem irányított rakétával vagy egy Hellfire-rel. Tehát egy olyan robbanás, amit egy terroristára irányzott fegyver okoz, az megöli, aki lelő azt is, és sokkal több esélye van egy kalasnyikov lövést túlélni, mint egy becsapódó, repeszromboló fejjel ellátott Hellfire-nek a találatát, vagy egy 30 mm-es gépágyú rőszerét, ami gyakorlatilag akkor, mint egy teljes üveg, ami bármit szétvisz, a harckocsik pánciát átüti. Tehát, hogy ezek az emberek, akik ennyire okosak, azért föltenem a kérdés, hogy mit értenek ahhoz a részletekhez, hogy hogy működik ez a sztori. Tehát nyilván a kérdés jogos, teljes mértékben. Ha valaki ezt udvariasan és érdeklődve teszi fel, az nyilván nem baj, sőt, támogatandó. Aki viszont nagy hangon veri a tamtamot, hogy ez vagy azt meg tudta volna tenni a légierő, annak fogalma sincs arra, hogy működik a sztori. Amerikával kapcsolatban pedig az a szituáció, hogy akkor ott még soha senki nem vezetett bele repülőgépet szándékosan civil célpontokba, tehát joggal gondolhatta az úgy a katonai vezetés, hogy ezeket a repülőgépeket elterítették, és valahol majd le fognak szállni, és váltságdíjat követelnek a túszokért, stb. Tehát az, hogy 200-300 civil embert, civil áldozatot kéne fölvállalnia valakinek azért, hogy megmentsen 2000-3000 embert a földön, az akkor még egy nem létező lehetőség volt. Tehát ez volt az első ilyen támadás, és bizony nagyon komoly meglepetést okozott mindenhol. Nyilván az amerikai elnöknek az élete a Fehérház egy másik történet. Tehát az, amikor egyértelművé vált, hogy a repülőgép nem máshova tartana, hanem a Fehérház felé, akkor le kellett lőni, de ugye, ahogy ön is említett, ez volt az utolsó ilyen repülőgép, és addigra már becsapódott a másik kettő, tehát tudták, hogy mire készülnek. Tehát ezekben a szituációban, ezekben a helyzetekben a légierő az nem egy megoldás. Tehát gondoljunk bele, hogy amikor a kibucokban mészároltak a terroristák, akkor le kellett volna dobni egy bombát arra a területre, ahol ez a támadás zajlik, és akkor mindenkit megölni a környéken. Mert mondjuk egy ilyen vészhelyzeti szobában, amivel az összes kibucban található ház el volt látva, van esély, ha kicsi is, de van esély túlélni egy kézifegyverekkel felszerelt terrorista támadását. De az emberre rádül a ház, vagy rárobban a bomba, azt nem fogja túlélni. Tehát a légierő nem egy csodaszer. Tudom, hogy az összes film erről szól, tudom, hogy a hollywoodi, meg egyéb sztorik arról szólnak, hogy a levegőből mindent meg lehet oldani, a valóságban ez nincs így. Mindenképpen, amit említett is, hogy ha egy támadás, egy támadásfajtának korábban nem volt előképe, akkor biztos, hogy a reakcióban, vagy látszik, hogy a reakcióban sokkal nagyobb a bizonytalanság és a tévedésnek a lehetősége. És akkor még hadd, amik gyakran szembe jönnek érvek ebbe a témakörbe, az egyrészt a második világháborús amerikai hadba lépés Pearl Harbornál, ahol szintén van olyan teória, elég elterjedt teória, hogy hát ezt az amerikaiak provokálták ki, tudták, hogy ezzel lépre lehet csalni Japánt, és ennek érdekében azért a repülőgépanyahajókat kivonták a térségből, de ott azért beáldoztak 1-2-3 ezer amerikai tengerészgyalogost. Teljesen véletlenül a haditechnika, egész pontosan hadiflotta rajongó vagyok, úgyhogy ezt a szorít keresztül kasul ismerem. Azt kell, hogy mondjam, hogy hagyd kezdjem az általános politikai válaszsal. Az általános politikai válasz az, hogy egy olyan vezetés, amelyik hagyja, hogy megtörténjen egy ilyen támadás, tehát szándékosan nem tesz semmit, hogy egy ilyen támadás bekövetkezzen, az gyakorlatilag aláírta a halálos ítéletét, sőt, megmerem kockáztatni, hogy a forradalmat kockáztatja az adott országba, mert ha kiderül, és ezek a dolgok ki szoktak derülni, onnantól kezdve teljesen hiteltelenné válik a teljes elit, amelyik ezt támogatta,
hallgatásával létrehozta, stb. Tehát sem szeptember 11-e esetén, sem december 7-e, 1941. december 7-e esetén nincs semmi olyan jel, ami arra utal, hogy a politikai vezetés elhallgatott volna bármit a lakosság elől, és szándékosan hozta volna tető alá ezeket a támadásokat, ugyanezik az október 7-ére is. De Pearl Harbor esetében Roosevelt elnök szó szerint mindent megtett azért, hogy Japánt belekényszerítse ebbe a háborúba. Tudta, hogy az Egyesült Államok nem fog hadat üzenni, de azt is lehetett tudni, hogy a japánok, amióta a Meiji restauráció lezajlott és nyitottak a világ felé, azóta az összes háborújukat egy meglepetésszerű támadással kezdték. Így kezdték 1894-ben Kína ellen, átadták a hadüzenetet Pekingbe, és a helyi idő szerint egy időben már támadtak is egyébként, ha jól emlékszem, a Sárga tengeren. 1904-ben ugyanezt történt Oroszországgal is, átadták a hadüzenetet Moszkvába, és mire az értesítés kimehetett volna a távol-keletre, hogy Japán támadni készül, már megtámadták az ottani flottát. Tehát annyira egyértelmű volt, hogy a japánok ezt a módszert fogják alkalmazni, hogy Chester Nimitz admirális, aki egyébként később győzelemre vezette az amerikai haditengerészetet, 1940-ben felkérték, hogy legyen a csendes-óceáni flotta parancsnoka, és ő akkor nemet mondott. Pontosan azért, mert tudta, hogy Japán így fog támadni, és tudta azt, hogy ha így fog támadni, a csendes-óceáni flotta parancsnokát el fogják csapni, ami meg is történt. Még egy történet, amiről nagyon keveset beszélnek az amerikaiak, és akivel beszéltem, és akinek a figyelmébe idéztem ezt a tényt, az milyen hallgatott róla, nemet nem tudott mondani, de érvelni ellenesen nagyon tudott, az a híres McCallum távirat, mindenki nézzen utána, fönt van egyébként a Wikipédián, amiben egy amerikai fregat hadnagy, egyébként egy viszonylag alacsony beosztású amerikai hírszerzőtiszt összefoglalja azt, hogy mik azok a lépések, amelyeket ha megtesznek, akkor Japánnak nem marad más választása, mint támadni. Ez egy 10 pontos lista, nem mennék végig az összesen azokat a lépéseket, az amerikai flotta Szingapurba küldése kivételével az amerikai Egyesült Államok vezetése meglépte. Arra nincs bizonyíték, hogy a McCallum táviratot olvasta Roosevelt elnök, hogy valamelyik politikai vezető, de maga az a tény, hogy azokat a lépéseket megtették, sőt, mondok még valamit, az amerikai flottát azért vezérelték Pearl Harborba, hogy fenyegesse Japán. És ez a helyzet, ez gyakorlatilag azokat a japán haditerveket, amikre 1920-22 óta, amikor kiderült, hogy az Egyesült Államok lesz a fő ellenségük, és egyedül kell harcolniuk, azóta fejlesztettek és dédelgettek. Ez volt a Kanto Kessen, amely a főütközet vagy a döntő csata nevet viseli, arról szólt, hogy a New Yorkba, de vagyis San Franciscóból, tehát a keleti partról elinduló, nyugati partról elinduló amerikai flottával valahol félúton találkoznak a nyílt tengeren, és ott különböző előnyök segítségével az amerikai flotta számbeli fölényét kiegyenlítik, majd döntő módon megverik a japánok. Na most ezt a fajta elképzelést az, hogy nem San Franciscóból és San Diegóból, tehát nem a nyugati partról kellett indulni az amerikai flottának, hanem Pearl Harborból tudott volna indulni, gyakorlatilag egy mozdulattal keresztül húzta az amerikai vezetés. Tehát ez gyakorlatilag egy olyan provokáció volt Japánnak, mert a Japánnak válaszolnia kellett. És akkor még egy dolog a repülőgéphordozókkal kapcsolatban, 1941-ben az egyébként számtalan sikere ellenére ennek az új fegyvernemnek, még az amerikaiak és a japánok is a csatahajókat tekintették a tengeri ütközetek fő eszközének. Tehát az az állítás, hogy a repülőgéphordozók azért nem voltak Pearl Harborban, mert az amerikaiak tudták, hogy a japánok támadni fognak, és a legértékesebb eszközeiket elvitték, ez semmilyen szempontból nem állja meg a helyét. És akkor, ha még egyel visszább lépünk, ilyen hadtörténész, akkor ha ragadja meg a lehetőséget, az első világháborús amerikai hadba lépés, a Lusitania első ijesztése volt, és ott azt szokták mondani, hogy hát ez maga a hadba lépés az jóval később történt, mint maga az incidens, és ezt csak úgy utólag ürügyként használták föl Washingtonban. Hát akkor, hölgyeim és uraim, hagyj mondjak el egy történetet. A szabályokon alapuló világrend kiemelt bajnokairól, az angol száz hatalmakról, amelyek, amióta létezik a világ, magasról tesznek ezekre a szabályokra és ezekre az előírásokra. Ugyanis az első világháborúban még éltek azok a tengeri szabályok, amik arról szóltak, hogy kereskedelmi hajót nem fegyverzünk fel, vagy ha fölfegyverezzük, akkor ezek gyakorlatilag hadihajónak minősülnek. Ehhez képest az angolok, egyébként zárva jegyzem meg Winston Churchill a világ legnagyobb köpenyek forgatójának a javaslatára, legalábbis emlékeim szerint ő volt, aki javasolta ezt, felfegyverezték titokban a kereskedelmi hajókat, és úgynevezett Q-shipnek, csapdahajónak nevezték át őket, amellyel azokat a német tengeralattjárókat támadták és hülyeztették el, és támadták meg,
amelyek a szabályok értelmében felszínen megállították a kereskedelmi hajókat, lövésekkel figyelmeztették, hogy álljon meg, majd a fedélzetkőre akartak lépni, hogy átvizsgálják, hogy visznek-e olyan rakományt, amit a német egyébként a szabályokkal összhangban meghozott tengeralattjáró háború tilt. És amikor több ilyen hajó is elsüllyedt a németeknek, utána lett utasításba kiadva, hogy nem szabad megállni, nem szabad felszíne menni, hanem figyelmeztetés nélkül mindenütt el kell süllyeszteni. Tehát a Lusitania, zárójelben jegyzem meg, ami szintén szállított egyébként tiltott hadianyagot, ennek lett az áldozata. Tehát a gyors elsüllyedéséhez valószínűleg az is hozzájárult, hogy fölrobbant az a lőszer, amit hivatalosan nem is szállíthatott volna. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag, hogy ez a rendkívül sunyi módszer, ez hatásossá kezdett válni a németeknek, és ezek nem a nácik, hölgyeim és uraim, ezek még a császári németek, nekik nem volt más választásuk, mint a kereskedelmi hajókat a saját maguk biztonsága érdekében figyelmeztetés nélkül megtorpedózni. Tehát itt is kiderül az a fajta állítás, az a fajta mondjuk így koncepció, amit egyébként már az ókortól ismerünk, amely arról szól, hogy ve victis, azaz jaj a legyőzötteknek. A győztesek írják a történelmet, és ezt a tényt az angol szász hatalmak nem, hogy elhallgatták, hanem bárki, aki a mai napig megmeri kérdőjelezni a Q-shipeknek és az amerikai, illetve az angol hozzáállásnak a jogosságát és az erkölcsösségét, az azonnal megkapja, hogy náci. Említette az imént, hogy Lenint németek juttatták el Szentpétervárra, és pont a napokban volt a halálának a 100. évfordulója, és ennek kapcsán, hogy fölelevenítették, hogy milyen fordulatot hozott az első világháborúban a bolsevik pucs, tényleg érdekében állhatott Németországnak Oroszországot átállítani? Ezt úgy nehéz összerakni. Gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy az Egyesült Államok hadba lépett, egyértelművé vált, hogy az a döntetlen állapot, amiben a központi hatalmak és az Antant manőverezte magát, az hosszú távon nem fönntartható. Tehát az a helyzet, hogy várható volt az körülbelül 1 millió amerikai katona megérkezése 17 második felére, az mindenképpen lépése ösztönözte a német vezetést, egyértelművé vált, hogy amikor ez megtörténik, akkor Németország elvesztette a háborút. Tehát abszolút érdekükben állt, és ugye a keleti frontról kivont fegyveres erő, hogyha az amerikai erősítés nem érkezik meg, akár le is döntettem volna Németország javára az első világháborút, de ez a keleti frontról kivont több százezer főnyi erő bizony nagyon jól jött később Németországnak. Tehát az a helyzet, hogy Oroszország, mint tényleges, komoly hadviselő fél kiesett a háborúból, bizony ez azt mutatta, hogy titkosszolgálati szempontból rövid távon egy rendkívül jó lépést, rendkívül jó ötlet volt, és rendkívül jól megvalósított lépés volt. Utána a történelme bebizonyította, hogy azért annyira mégse volt ez egy hasznos lépés, de ezeket a hosszabb távú következményeket szinte lehetetlen előre látni. Hát igen, drága ára lett a bolsevik forradalomnak. Nagyon köszönöm akkor, hogy így körbe tudtuk járni a 20. századot egészen máig. Ezekbe a elméletekbe sikerült egy kicsit rendet tenni, és akkor nézzük a napi fejleményeket, mert a NATO-val kapcsolatban egy egész sor hír érkezett az elmúlt napokban. A mai hír az, és akkor talán kezdjük ezzel, hogy Svédországnak a tagságáról a török parlament szavazni készül, és ugye ez lépéskényszerbe hozhatja Magyarországot is, de egyébként az, hogy egy országnak a csatlakozásával kapcsolatban a már bent lévő NATO tagállamok közül vannak, amelyek kérdéseket fogalmaznak meg, ez mennyire eretnek dolog? Ez a normális érdekérvényesítésnek a része. Tehát én ezt több helyen, több alkalommal kikértem magamnak, hogy ez valami különleges magyar tulajdonság lenne, hogy mi mindennek a kerékkötője akarunk lenni. Egészen arról van szó, hogy van egy olyan támadás sorozat, amit egy nagymértékben Svédország vezet Magyarországon az Európai Unióban, amelyben olyan vádak fogalmazódnak meg, amelyek teljes mértékben hazugok. Nem mondom azt, hogy bizonyos mondjuk észrevételnek nincs gyakorlati alapja, nem mondom azt, hogy bizonyos észrevételek nem teljesen jogosak, de alapvetően az egész koncepciós per Magyarország ellen a jogállamiságról, meg az egyebekről, a semmi másról nem szól, mint arról, hogy Magyarország szembe mert menni azzal a konszenzussal, hogy a migráció jó, és mindenképpen fegyvert kell szállítanunk Ukrajnának. Ez az egész erről szól. Illetve a másik ilyen történet, a magyar kisebbségnek a védelme Ukrajnában. Tehát ezeket a koncepciókat, ezeket az elképzeléseket Európa nagy része a szőnyeg alá söpörte, ki tudja milyen okokból kifolyólag. Mi viszont tudtunk és kiismertünk állni ezek mellett, és erre jött egy reakció, amit nagy részt a svédek vezettek.
Na most erre többek között a Magyarországnak járó Európai Uniós pénzek kifizetése és egyebek területén van egy érdek ellentét, vagy egy nézetellentét Svédország és Magyarország között, és ebben Magyarország képvisel az álláspontját. Tehát elég legyen abból a Kovács Lászlói hozzáállásból, hogy merjünk kicsik lenni. Tudjuk, hogy hol a helyük a világban, ne akarjunk adat üzenni az Egyesült Államoknak, mert 1941-ben se jött be, de ettől függetlenül azt azokat az érdekeket, amik az összmagyarság érdekeit képviselik, és ebben benne vannak úgy, hogy a határon túli magyarok, mint a Magyarországnak járó pénzeké, azért igenis ki is kell állni, és ennek a lépését látjuk, akármilyen is hihetetlen ez másoknak. Én elhiszem azt, hogy az egész szocializmus arról szólt, hogy merjünk kicsik lenni, az utána a balliberális korszak is erről szólt, nem kell kicsinek lenni, túl nagynak se szabad lenni, de pontosan a helyünket tudva ki kell állni az érdekeinkért. A következő NATO-val kapcsolatos hír, hogy 1,1 milliárd dollár értékben aláírtak szerződést 155 mm-es tűzérségi lövedékek beszerzéséről, hogy támogatni tudják Ukrajnát Oroszország elleni háborúban. Ez mennyiben jelent új fejleményt? Eddig ugye azért NATO tagországok voltak többnyire, akik két oldalú alapon támogatták Ukrajnát fegyverekkel. Ez akkor egy szintlépés jelenthet? Ez ugyanazoknak a szóvirágoknak és a szándéknyilatkozatnak a részét képezi, amelyekből már Dunát lehet rekeszteni. Tehát itt nem az a kérdés, hogy kell-e Ukrajnának tűzérségi lőszert adni, vagy az, hogy ki adja neki a lőszert, hanem ki fogja ezeket legyártani. És ez az igazi kérdés. Tehát az Egyesült Államok kapacitás fejlesztése, amely egyébként 25-26-ra fogja meghozni az eredményeit, nem ebbe az évbe, hanem 25-26-ra, tehát inkább a 25-es év második felére, abból sem lehet majd tudni ezeket a szállításokat teljesíteni. Tehát ez nagyon jól hangzik, de szeretném látni a vállalt szállítási határidőt ezen a területen, nyilván nem fogom, de jó lenne látni, mert akkor abban sok minden kiderülne. És akkor még a NATO tagsága kapcsolatban, a szlovák miniszterelnök Robert Fico bejelentette azt, hogy Szlovákia elutasítja Ukrajna felvételét a NATO-ba, és kész megvétózni a csatlakozást, és akkor persze erre megjelentek ilyen kommentárok, hogy hát ezzel elkésett, mert hogy ezt már meg is szavazták. Mit lehet ezzel kapcsolatban mondani? Bámulatos a szlovák belpolitika egyébként, tehát felvidéki magyar ismerőseimen keresztül követem, mert nagyon sok minden nem kerül bele a hírekbe, és például az a Robert Kalinyák, aki erőszakkal akarta kényszerítés hatása alatt megvenni az egyik szlovák fegyvergyárat a tulajdonosától, az most védelmi miniszter lett, tehát igazából nincs új a nap alatt. A Robert Fico az egyik pillanatban ezt mondja, a másik pillanatban azt, és hiába esnek egybe tagadhatatlan érdekeink Szlovákiával, ami miatt akár hálásak is lehetünk az új szlovák kormányzatnak, de Robert Fico azt nyilatkozta, hogy Szlovákia nem szállít többet fegyvert Ukrajnának, tegyük hozzá, már nincs mit. Majd a következő nap a szlovák parlament leszavazta ezt a felszólást, és megszavazta a katonai támogatás folytatását. Tehát itt azért azt a fajta a románoknál úgy emlékszem fanariótának hívek ezt a kettős játékot, amit az utódállamok űznek, ezt továbbra is láthatjuk Szlovákiában. Tehát egyrészt igyekeznek az orosz barát választóiknak megfelelni, vagy akik nem fejtették, hogy a Csehszlovákia létrejöttéhez és ugye Szlovákiának a fennmaradásához is nagyon komoly orosz támogatásban részesültek, másrészt pedig igyekeznek azoknak a nyugati elvárásoknak is megfelelni, amit Magyarország egyáltalán nem akar, és ezekkel az ilyen oda mondogatunk, de közben semmi valós tartalma és semmi súlya nincs a szavainknak, mert értelmetlenek, vagy idejét múltak, vagy stb. Ezzel gyakorlatilag egy olyan kettős próbál Szlovákia játszani, mert előbb-utóbb nagyon csúnya vége lesz. És akkor most majd bekapcsoljuk a nézőinknek a kérdéseit, és elektrotechnika jeligéről jött a kérdés, hogy a közelgő NATO hadgyakorlatot Oroszország fenyegetésnek fogja venni, és ő is csapatokat lesz kénytelen felsorakoztatni a határ mentén, kérdezi a nézőnk, és ugye ezzel kapcsolatos hír volt az, hogy Christopher Cavoli tábornok, a NATO európai erőinek a főparancsnoka jelentette az, hogy 90 ezer katonát mozgósítanak az orosz haderő elrettentése céljából. Mit lehet ezekből a NATO tervekből kiolvasni? Kezdjük azzal, hogy a NATO-nak és Oroszországnak kettő helyen van jelenleg határa. Ez egyik Finnország, ami szerintem senki nem akar oda 90 ezer embert küldeni az erdőbe, a mocsárba és a fagyba. A másik pedig a kaliningrádi exklávé, amit valamikor Königsbergnek hívtak, és Kelet-Oroszországhoz tartozott. Ide Oroszország nem tud katonákat küldeni, mert legfeljebb tengeri úton, a szárazföldi összekötetése nincs ezzel a területtel. Tehát lehet a kaliningrádi területet fenyegetni egy NATO hadművelet keretében, meg fel lehet lengyel határa is sorakoztatni 90 ezer katonát, erről majd később beszéljünk azért.
de igazából Belorussziát lehet vele fenyegetni, Oroszországot nem. Tehát ez önmagában sajnos megint egy olyan média hoaxnak tűnik, egy olyan szájkaratének, egy olyan kampánynak tűnik, aminek tényleges tartalma nincs, egy olyan bluffnek tűnik, amit az oroszok, ha lehívnak, akkor kiderül, hogy bizony a NATO sokkal gyengébb, mint aminek szeretné mutatni magát. Tehát gyakorlatilag a hadműveletről, illetve a hadgyakorlatról semmit nem tudunk a mai napig. Elpöltyintett megjegyzésekben lehet tudni, hogy nem az egy időben megmozgatott létszám, ez 90 ezer fő, hanem az összes részvevőknek a létszáma a teljes elhúzódó több hónapos hadgyakorlat sorozat alatt. Na most ez aztán minden fog csinálni, csak nem fog elrettenteni az oroszokat. Tehát egész egyszerűen azt érdemes látni, hogy hogy a NATO az Amerikai Egyesült Államok kivételével szinte nem rendelkezik komolyan vehető képességekkel. A francia szárazföldi haderő az olyan 120 ezer fő, én nem tudom, hogy abból hogy tudnám mondjuk 30 ezer embert elküldeni Lengyelországba, anélkül, hogy a többi feladatuk ne sérülne komolyan. De Lengyelországnak komoly hadserege van, és komolyan fejlesztik ezt a hadsereget, ők komoly erőket tudnak mozgósítani, de akkor, ha mondjuk van ott benne 50 ezer vagy 60 ezer lengyel katona, ami szintén egyébként egy jelentős része a lengyel hadseregnek, meg van mellette 10 ezer, 15 ezer másik országból származó, azt azért nagyon túlzás NATO hadgyakorlatnak nevezni. Pláne úgy, hogy ez mondjuk 3 hónapon keresztül történik. Tehát szerintem, amíg nem tudunk többet erről a történetről, addig ezeket megfelelő fenntartással kezeljük ezeket a harcias nyilatkozatokat. Ez persze nem jelenti, hogy a NATO ne tudná megverni Oroszországot alkalomattán, de ehhez nagyon komoly amerikai segítség lenne szüksége. Csak kérdés az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, amíg egyre több helyen van lekötve, hiszen most már a huszikat is konkrétan hetek óta bombázzák, ugye mondjuk úgy vegyes eredményekkel, megint csak hagytérek vissza a légierő és a légi célmegjelölés problémáira, akkor hogy tudna mondjuk 300-400 harci repülőgépet és néhány százezer embert átdobni Európába, amely egy orosz inváziósra szükség lehetne. Tehát itt azért egyre több szempontból, egyre több helyen bizony kezdenek előjönni azok a hibák, amik az elmúlt 20-30 évben elkövetett a NATO-nak a vezetése, elsősorban az európai államok. Az egyébként mennyire állja meg a helyét, hogy amit szintén hallottunk több forrásból is, hogy az elmúlt évtizedeknek ez a legnagyobb szabású NATO hadgyakorlata. Ezt majd akkor lehet megmondani, a pontos részleteket tudjuk. Egyébként valószínűleg így van. Tehát a NATO hadgyakorlatok az utóbbi évtizedekben nagyon-nagyon alacsony és egyre csökkenő képességeket mutattak föl és villantottak föl, ugyanis senki nem hitte el, hogy szükség van erre a képességre, és az alapvetően pacifista irányultságú és politikai tudományokban jártas biztonságpolitikáról hírből sem hallott emberek számára ezek nagyon költséges és fölösleges játéknak tűntek, úgyhogy teljes mértékben igaz lehet, hogy ez a valóban az elmúlt időszak legnagyobb NATO hadgyakorlata. A probléma az, hogy ez nem elég nagy. A hadgyakorlat híre azért is keltett a szokásosnál nagyobb feltűnést, mert együtt járt olyan nyilatkozatokkal, fenyegető nyilatkozatokkal, amelyek arról szóltak, hogy a tagországoknak és a lakosaiknak föl kell készülniük, úgymond az életüket megváltoztató konfliktusra, aminek katonai mozgósítás is lehet a következő ugye, része. Svéd polgári védelmi miniszter és egy főparancsnok is beszélt erről. Mennyire lehet ezeket a megszólalásokat komolyan venni? És hát föltették nézők a kérdést azt, hogy hát egy magánember, oké, meghallja ezeket a nyilatkozatokat, hogy most akkor tessék fölkészülni egy nagy háború kirobbantására, hát hogyan? A legutóbbi információim szerint Svédország sem határos Oroszországgal, és még nem tagja a NATO-nak. Tehát ezeket a gondolatokat is be tudnám tudni annak a svéd vehemenciának, amivel hirtelen nagyon kiemelt harcosai lettek ennek a neoliberális világrendnek, majd a migránsok éhezhez térítik őket. Gyakorlatilag a NATO egyértelműen értelmét vesztette a hidegháború lezárultával és a Szovjetunió felbomlásával. Nemrég javítottak, hogy nem Lord Roberts, hanem Lord Ismay mondta azokat a szavakat, amely szerint a NATO-nak a célja az az, hogy Amerikát bentartsa Európában, Németországot lent és Oroszországot meg kint, vagy Szovjetuniót kint. Na most ezek a feltételek, ezek a 2010-es évekre egyértelműen, 2010-es évek környékére egyértelműen valótlanná váltak, ugyanis Amerika ki akart menni Európából, Németország az egyesüléssel konkrétan maga alá gyűrte Európát, és az oroszok pedig minden szempontnál, mindennél jobban benne voltak gyakorlatilag Európában. Ugye kevesen emlékeznek már rá, hogy a híres Nabucco gázvezeték, amelynek az lett volna a fő célja,
hogy az orosz függést csökkentse, annak a végpontja a sveháti gáztározó az orosz kézbe került valamilyen rejtélyes manőver során. Tehát gyakorlatilag az oroszok pontosan tudták azt, hogy milyen eszközökkel tudják Európát befolyásolni, és ezt maximálisan ki is használták. A NATO el fölött szemet hunyt addig, amíg rá nem jöttek az amerikaiak, hogy valamit változtatni kéne, és az orosz befolyás túl nagyra nőtt, és most ezek a fajta karcsörtetések, mondjuk ki háborús uszítások, amiket láttunk Németországban, láttunk Svédországban, láttunk az amerikaiaktól folyamatosan, semmi másról nem szól, mint arról, hogy azt a fajta folyamatot, amely Európa normális működéséhez szükséges, és ez nem erkölcsi állásfoglalás ez a tény, hogy Oroszországgal egy kiegyensúlyozott, nem alárendelt szerepe legyen, ezt megakadályozzák. Tehát a svédek, akik többek kevésbé önellátóak nyersanyagokból, mindenből, azok nagyon könnyen ugrálnak ilyen területen, de mondjuk az a Németország, amelyiknek az energiahordozókkal való ellátottságát súlyosan érintette az, hogy lemondott az olcsó orosz földgázról, az majd hamarosan meg fog érezni ennek a következményeit. Ők inkább az amerikai álláspontot hangsúlyozzák, ha kell, ha nem. Ennek már megvannak a társadalmi hatásai egyébként, mert az AfD ide erősödik. Igen, és hát láthatjuk a német gazdáknak a traktorait is. Már fölvonultak Berlinben, meg országszerte vasúti sztrájkot is kilátásba helyeztek. Egyébként Németországnak a szerepvállalását a NATO-ban mennyire befolyásolhatja ez a fajta gazdasági válság? A németek nagyon sokáig, ha valaki tényleg ők voltak a potyautasok a NATO-ban, tegyük hozzá Magyarországon kívül egyébként, de erről nem nagyon szoktak beszélni, hogy 2010-ig a magyar GDP arányos védelmi költés az a nevetséges szintet ért el, egyrészt politikai szándék, később a gazdasági lehetőségek miatt. 2010-től indult meg az a fejlődés, ami már tényleg előremutatott. Németország azért valamivel jobban állt, de pont Ursula von der Leyen védelmi miniszterelnöksége alatt derült ki, vagy védelmi miniszterelnöksége alatt derült ki, hogy milyen katasztrofális állapotban van a Bundeswehr. Például a hat tengeralatt járközül se volt bevethető. Tehát gyakorlatilag a német fegyveres erők pontosan a német történelmi bűntudat és a kívülről is szított túlzott pacifizmus miatt minimális társadalmi támogatottsággal rendelkeztek, tényleg csak az mentek katonák, hogy nem volt nagyon más lehetősége, és ez sok területen megnyilvánult. Tehát gyakorlatilag az a helyzet, amiben a németek valós történelmi bűnein túl igyekeztek őket minden lenyomni, és az első világháború kirobbantásában Németország sokkal kisebb szerepel bír, mint amennyire a történelmek beállítják. Tehát ebben benne voltak az angolok és a franciák is bőven, csak erre nem szeretünk beszélni, hiszen jaj, legyőzötteknek. Tehát onnantól kezdve, hogy a német gazdaság mellé nem állt fel egy erős német hadsereg, onnantól kezdve lényegében az a fajta súlya Németországnak, amit a gazdasági ereje lehetővé tett volna, az nem valósulhatott meg, és különösen úgy, hogy egy olyan elit került hatalom, hogy egyértelműen kiszolgálja az amerikaiakat, sokszor a saját népük rovására. Úgyhogy most, amikor tényleg kéne valamit csinálni, most csak kapkodnak fűhöz fához, de a tavaly megszavazott 100 milliárd euróból sikerült 5%-ot elkölteni, és az is igazából nem új képességekről szól, hanem hiányzó képességek pótlásáról. Bocsánat, nem új képességekre irányuló erőfeszítésekről szól, hanem hiányzó képességek vagy lejáró képességek pótlásáról. A többit ugye ki tudja, hogy mi lesz belőle, és akkor mostának neki harciaskodni, amikor se pénz, se paripa, se fegyver. Hát gratulálok. Most azért is érdekes, amit említ, hogy Németország egy ilyen felkészülte helyzetben, és ehhez képest ugye láthat, hogy hallhattuk azt, hogy a Bild közé tett egy állítólagosan a Bundeswehrtől megszerzett dokumentumot, ami egy komplett háborús forgatókönyvnek a tervét tartalmazza Oroszországgal. És itt aztán utána keletkezett egy vita ebből, hogy most ezt mennyire lehet komolyan venni, meg hogyan lehet ezt értelmezni. Én azt szeretném kérni, hogy ami nyilvánosságra került lépés sorozatot, aztán nem vegyük így egyenként végig, hogy mi lehet benne a realitás, és mi az, ami egyértelműen hát fikciónak minősíthető. Ugye abból indul ki ez a dokumentum, de kezdjük először ott, hogy van-e realitása annak, hogy a Bild megszerez egy Bundeswehr titkos forgatókönyvet? Nincs. Nincs. Ezek minősített információk, olyan szinten minősített, hogy általában a szigorúan bizalmas kategóriába tartozik, aki ilyen titoksértést követel, azonnal büntetőjárás szokott indulni. Akkor tekintsük úgy, hogy ami nyilvánosra került, akkor az egyfajta ilyen hipotézis, aminek tehát lehet propaganda célja is, meg más célja is. Mindenesetre ugye abból indul ki ez a
feltételezett forgatókönyv, hogy Oroszország 2024. februárjában, tehát a következő hónapban újabb mozgósítást rendel el, és a megerősödött orosz haderő pedig 2024 nyarára győzelmet arat Ukrajnában. Tehát ez a két állítás. Van realitása, van bármi jel arra, hogy Oroszországban mozgósítást rendelnek el még a márciusi elnökválasztás előtt? Szerintem ennek politikai okokban nagyon kicsi a valószínűsége, és ugye pontosan, ahogy 2022. szeptemberében indult meg az orosz mozgósítás az ukrán nyári sikerek után, és az első alakulatok körülbelül az év végére, 23 elejére érkeztek meg a frontra, ennek a fényében ez egy teljesen irracionális elképzelés, hogy a 24 februárjában az elnökválasztás előtt, de tegyük akkor mondjuk, legyen március, vegyük végig a számokat. 24 márciusában Vladimir Putyin 87%-kal megnyerni az elnökválasztást, és utána elrendi a mozgósítást. Ez azt jelenti, hogy körülbelül július-augusztusra érkeznek be legkorábban a mozgósított egységek. Zárójelben tegyük hozzá, hogy Oroszország olyan 2 millió tartalékossal rendelkezik, amiből körülbelül 500 ezeret már behívtak. Tehát ha behívnak még 500 ezer embert, akkor a tartalékosok felét már behívták, ami azért komoly munkaerő problémákat fog okozni valószínűleg. És utána indulhat csak meg az a támadás, aminek hónapok kellnek ahhoz minden normális emberi számítás szerint, hogy sikerrel járjon. Tehát ezt az első két lépés a szemben is vethetjük. A másik állítás pedig, vagy feltételezés, hogy Oroszország nyárra képes lesz győzelmet aratni Ukrajnában, ennek mekkora lehetősége van? 50%. Vagy igen, vagy nem. Igen, vagy nem. Igen. De én tavaly nyáron jósoltam egyet a bakhmuti előretörés, nem is 22 nyarán. 22 nyarán a bakhmuti előretörés és az átszervezett orosz hadsereg sikerei után jósoltam egy időpontot, ami utána csúfosan nem jött be. Én azóta nem jósolok időpontokat. Én most úgy látom, hogy nyára lehet drasztikus változás a háborúban, de ez nem az orosz hadsereg előretörése, hanem az ukrán hadsereg kimerülése miatt következhet be. És hogyha ez az egyensúly ebbe az irányba billen el, akkor ugye abból afelé görgeti tovább a Bild ezt a forgatókönyvet, hogy Moszkva ezt követően hibrid hadviselés keretében lázadásokat szít a balti államokban, majd az ott élő orosz kisebbség védelmére hivatkozva csapatokat vezényel a lengyel-litván határra. Ez megint csak téves, ugyanis a legnagyobb orosz kisebbség Észtországban van, amelyik a legészakibb része egyébként a balti államoknak. Ugye Litvánia van közvetlenül határos Lengyelországgal, itt egészen minimális, azt hiszem 3-5% körüli orosz kisebbség él, ami semmiképpen nem elég ahhoz, hogy egy komoly felkelést kirobbantson, hiszen a többségi lakosság képes lenne valószínűleg elfojtani ezt a lázadást. Pláne úgy, hogy a litván hadsereg nyilván mindent meg fog tenni, hogy Oroszország felől Belorusszián keresztül ne érkezhessen se katonai, se egyéb támogatás ezeknek a lázadóknak. Tehát Észtországban elképzelhető, hogy az EMU egyébként minden oldalról szarrongatott orosz kisebbség, valamilyen, és a hírek szerint 20-25% az arányuk, az valamilyen szintű mozgolódásba kezd, de ennek csak akkor van értelme, hogy valami durva atrocitás éri őket, és az ukrán helyzet rendezése után felszabadul több százezer orosz katona. De hogyha tételezzük fel, hogy a Bildnek igaza van, és 2024 nyarára Oroszország katonailag megnyeri a háborút, amit én nem tartok valószínűleg ebben a sorrendben, vagy ebben a logikai rendszerben, akkor is ott marad több százezer ukrán katona, akit le kell fegyverezni, ott marad egy közigazgatás, amit meg kell szervezni, ott marad egy hatalmas terület, több 10 millió ember, akiket irányítani, igazgatni kell, tehát nem látom azt a felszabaduló több százezer embert, amivel egy ilyen kalandba belebocsátkozhatna Oroszország. Ez az egyik fel a történetnek. A másik, hogy akármi is történik, ha orosz katonai alakulatok jelennek meg egy NATO tagország területén, akkor a NATO, vagy a Washingtoni szerződés 5. cikkelye értelmében a megtámadott ország kérheti ennek a cikkelynek az érvényesítését és a kollektív védelemnek a megindítását. Na most ebben az esetben horribile dictu, akár a NATO a katonai erőviszonyok figyelembevételével, akár reagálhat egy atomcsapással is Oroszország ellen, aminek a végén ott van az atomháború. Tehát azt azért látni kell, hogy Oroszország csak akkor fogja megtámadni a NATO-t, nem mondom, hogy nem fogja megtámadni, de csak akkor fogja megtámadni, ha annak közvetlen katonai, politikai haszna van. Na most én nem hiszem, hogy az Észtországban élő, hogyha Észtországnak azt mondom, 1,5 millió a lakossága, emlékeim szerint abból 20% az orosz, akkor az mit 300 ezer ember, vagyunk 350 ezer emberért kockáztatnak egy világra kiterjedő atomháborút, ennek nagyon kicsi az esélye. Van az idei évnek egy további bizonytalansági tényező, ez az amerikai választás.
és ebben a forgatókönyvben ez úgy jelenik meg, hogy feltételezés szerint amerikai választásokkal egy időben Oroszország további mesterséges konfliktusok előidézésével destabilizálja a Szuvalki folyosót, majd az országra leselkedő veszélyekre hivatkozva további katonákat vezényelne a térségbe. Először is tiszteljük azt, hogy mi ez a Szuvalki folyosó. A Szuvalki ez egy lengyel tartomány, és az a terület, ami gyakorlatilag a legközelebbi pontját az orosz szövetségi rendszer, tehát Belorussziát összeköti Kaliningráddal. Na most Kaliningrádi oblaszt, vagy terület, vagy nevezzük régi nevén Königsbergnek, gyakorlatilag régóta tüske a NATO szemében, ugyanis egy olyan terület, ahonnan az orosz fél folyamatosan le tudja hallgatni, és be tud látni radarjaival a NATO szövetségnek a mélységébe gyakorlatilag. Na most ahhoz, hogy a Szuvalki folyosónál egy ilyenfajta problémát kavarni lehessen, például ez egy erdős terület, tehát egy út vezet rajta, lakossága alig van. Tehát ehhez konkrét orosz katonai behatolásnak kéne megvalósulnia, úgy Lengyelország, mint Litvánia területére. Na most Litvániát még csak-csak el lehet rettenteni egy orosz katonai erővel, de hogy a lengyelek azok azonnali támadással reagálnak egy ilyen szituációra, és nem is kérnék a NATO-t, ők maguk kezdenék bombázni ezt a területet, abban szinte biztos vagyok. Tehát ez egy annyira irracionális forgatókönyv, hogy ezzel azt is jósolhatnám, hogy lemegyek Spárgába holnap. Ezzel vigyázzunk, mert ezt a nézőink számon szokták kérni. És ha amerikai választás, akkor Donald Trumpnak tulajdonítják azt a mondást, hogy állítólag ő 2 évvel ezelőtt konkrétan kijelentette, hogy nem csak, hogy Amerika ki fog lépni a NATO-ból, hanem hogy esze ágában sincsen az Egyesült Államoknak Európa segítségére sietni egy támadás esetén. Ez Thierry Breton, a belső piacért felelős Európai Uniós biztos elevenítette föl, ő ezt azt állította, hogy egy davoszi fórumon 2 évvel ezelőtt Trump Ursula von der Leyennek azt mondta, hogy értsék meg, ha Európát támadásért is soha nem fogunk segíteni és támogatni önöket, a NATO pedig halott, és ki fogunk lépni. Most aztán, amikor rákérdezett ilyen Stoltenbergnél a újságírók erre, akkor ő azt mondta, hogy ő nem hallott ilyet, de mégis azért valahogy elterjedt az, hogy ha Trump visszatér a Fehérházba, akkor a NATO-nak vége. Nehéz mit mondani, mert Donald Trump nem a kiszámíthatóságáról híres, de azt azért ő is tudja, hogy az amerikai érdekeket hosszabb távon azt szolgálja a Európában amerikai befolyás érvényesülés, nem valaki másé. Úgyhogy én ezt nem tartom valószínűnek. Lelképzelhető, hogy a NATO-t felhasználtam, mint szervezetet, de biztos vagyok benne, hogy a rájellemző módon kétoldalú biztonsági megállapodásokat kötne a nagyobb országoktól, Franciaországtól kezdve Németországon át a balti államokig, amely külön egyébként külön előnyöket jelent az Egyesült Államok számára. Abból a szempontból van jelentőség az amerikai választásnak, hogy az amerikai fegyveres erő nélkül Európa képtelen önmagát megvédeni. Tehát ezt a képtelent, ezt szó szerint kell érteni. Amikor aztán márciusban Macron elnök Moszkvába utazott, hogy tárgyaljon Vladimir Putyinnal, akkor Putyin egyértelműen megkérdezte tőle a sajtótájékoztatót, hogy mondja csak, mennyi atomtöltetük van maguknak. Tehát az a 200-300 darab francia töltet, amiknek egy jelentős része a tengeratjárókra van számva, és igazából más célba jutató eszköz nem is nagyon van az Európai Unión belül, mint ezek az eszközök, az igazából nincs pariban az orosz kapacitással. Ez nem jelenti azt, hogy Európa ne tudná elpusztítani Moszkvát, Szentpétervárt és néhány nagyobb területet, viszont azt jelenti, hogy a viszontcsapás az gyakorlatilag egész Európát síkságá változtatná. Tehát igazából ezek a latolgatások, azok csak akkor érnek valamit, az Egyesült Államok ott áll Európa mögött. Ha nem, akkor az a szempont, amit nagyon sokan még a követőim közül is nem mernek elfogadni, akkor az fölbátorítatja Oroszországot arra, hogy nem is egy katonai támadást indítson, mert annak sok értelme nincs, hiszen azért óriási területről és óriási embertömegről beszélünk, de egy katonai zsarulást alkalmazhasson. Tehát arról legyen szó, hogy lényegében katonai erővel való fenyegetéssel kényszerítsen ki számára kedvező politikai lépéseket. Ennek megvan az esélye, ha valami történik az Egyesült Államokban. Úgyhogy visszatérve a válaszra, amíg az USA a Európa mögött áll, és Európa biztonságát tudja és akarja garantálni, addig egyáltalán nem tartok se valószínűleg, se elképzelhetőnek egy orosz támadást. Amennyiben ez a helyzet megváltozik, akkor azért az komoly változásokat fog előidézni az orosz hozzáállásban is szerintem. Ádámnak a kérdésem az így szól, hogy az lenne a kérdésem, hogy Bálint szerint mennyire tartja rövid pórázon az USA a közép- és dél-amerikai államokat?
mit lehet várni a geopolitikában ezektől az államoktól? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy a Monroe elv az elméletileg ugye megszűnt. Gyakorlatban azért nagyon komoly következményei lennének annak, hogyha valaki tényleges katonai erőt próbálna meg a környékre telepíteni. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok befolyása ezek fölött az államok felett sokkal inkább szimbolikus, mint tényleges. Tehát tudnak hatást gyakorolni, akár támogatási pénzek megígérésével és elvonásával, akár a kábítószerellenes műveleteknek a támogatásával, vagy ennek a megszüntetésével a közép-amerikai államokra, dél-amerikaiakra is igazából, de az a fajta nagyon közvetlen, nagyon direkt, mondjuk így befolyás, ami korábban jellemző volt, ez már nem létezik. Tehát a dél-amerikai, vagy mondjuk a latin-amerikai államok elkezdték a saját útjukat járni, és pontosan a migráció miatt, illetve a kábítószerhez köthető bűnözés eltedése miatt az Egyesült Államok sem képes tényleges befolyás gyakorolni ezekre az államokra, mert előbb vagy utóbb, ha bevonul is bármelyikbe, utána a helyzetnek is kezelnie kell, és ő sem tudja. Tehát a kábítószer okozta problémával, az USA sem tud mit tenni. Tehát ha csak nem kezd el egy gerillaellenes műveletbe, amelyben kemény és erős kézzel támad a narkoterrorista kartelekre, ennek az esetőségnek a kivételével nem nagyon tud velük mit csinálni. Tehát egy országot nem csak megszállni kell, hanem utána irányítani is. És ahogy ezek a kormányzatok egyre kevésbé alkalmasak arra a kábítószer, tehát a óriási üzlet miatt, hogy ezt megtegyék, úgy az USA-nak a befolyása is csökken. Ha van valami, ami a rémálma egy amerikai döntéshozónak, az egy olyan fajta irreguláris küzdelembe való beavatkozás, mint amit elbuktak Irakba, elbuktak Afganisztánba, elbuktak Vietnámba, és számtalan további helyeken. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fajta befolyás, ez gazdasági, politikai szinten működik és működhet, de semmiképpen sem akkor, amit az elmúlt 50-60 évben megszoktuk. Csak hogyha Dél-Amerikából visszatérünk Ukrajnába a frontra, mit lehet mondani ezekben a téli hónapokban, milyen intenzitással zajlanak a harcok ott, és mi a jellemző rájuk? Nagyon érdekes, hogy igazán komoly fagyok a hírek, szerintem nagyon voltak sehol. Tehát az a fajta hetekig tartó mínusz 15-20 fokos időjárás, ami konkrétan több méter mélyen megfagyasztotta a talajt, vagy legalábbis olyan mélyen, hogy nehéz technikával gond nélkül lehessen közlekedni, az több helyen nem történt meg. Így mai napig lehet látni olyan felvételeket, ahol orosz és ukrán alakulatok konkrétan elsüllyednek a sárba. Részben emiatt, részben pedig az erők kiegyenlítettsége miatt azért nagy offenzívát nem láthatunk sehol, csak inkább egy ilyen fokozatosan erősödő orosz nyomás látszik, ahol gyakorlatilag a front északi részétől, Kupjanszktól kezdve egészen le a Nyeper folyásáig kisebb támadások zajlanak, de folyamatosan. Ezeknek a jelentős részét sikerült az ukránoknak tartalékoknak az átvezénylésével lelassítani vagy megakadályozni, de ahogy nő az orosz nyomás, ahogy a tüzérségi fölény nő, és már a hírek szerint ez a tüzérségi fölény ötszöröse az ukrán, a tüzérségi fölény ötszörösre nőtt, onnantól kezdve ide inkább láthatjuk azt, hogy óriási áldozatok árán tudják csak a területeket tartani, ez pedig felveti azt a kérdést, hogy mi lesz az ukrán élőerővel, mikor fognak újabb sorozáshoz nyúlni, mikor fognak egy újabb olyan döntést meghozni, ami újabb több százezer embert hív be az ukrán hadseregbe. Megvan ez a tartalék lehetősége Ukrajnának? Elméletileg. Igen. Bocsánat. Azt kérdezem, hogy mennyire van tartalék ukrán oldalon. Ugye hallhattuk a híreket, hogy már 50 év fölöttieket is hívnak be, meg már a fogyatékosság valamilyen szintje sem jelent mentesítést a katonai szolgálat alól. Ez inkább arra utalna, hogy hát nagyon is fogytámad a minőségi haderő. A minőségi élőerő valóban fogytámad, de még megvannak azok a tartalékok, amikből 500 000 embert be lehetne hívni. Inkább az a kérdés, hogy hogyan sikerülne őket felfegyverezni. Tehát az a helyzet, ami miatt én is megkaptam az orosz baráti jelzőt, amit a bevezetőben említett szerkesztő úr, arról én már elég régóta beszélek, hogy a nyugat nem tud haditechnikát adni, az Egyesült Államok nem akar, ugye Európa nem tud, az ukrán hadipart azt most az oroszok is támadják, illetve hát már magától se volt túl jó állapotban, és innentől kezdve az a nehéz technika, amire ennyi embernek szüksége lenne, önjáró lövegek, harckocsik, páncélos szállítójárművek, légvédelem, stb. Az egész nem áll rendelkezésre. Tehát
még lehet nyújtani ezt, még lehet több ember feláldozása árán területeket megtartani, lehet a hiányzó acélt vérrel pótolni, de nem a végtelenségig. Úgyhogy annak ellenére, hogy ugye az abszurdabb híreket lehet hallani, hogy haza akarják toloncoltatni az Európába menekülteket, illetve azokat, hogy milyen egyéb extrém megoldásokhoz fordulnak a toborzó tisztek, ettől függetlenül gyakorlatilag azért megvannak a lehetőségek. A nagyobb gondot az jelenti, hogy a társadalom már nem akar ebben részt venni, és azok a nagyon látványos és harcias kijelentések, amelyek elhintették a hitet, vagy elhitették az emberekkel, hogy Ukrajna ebből a küzdelemből totális győzelemmel fog kikerülni, az egyre inkább átadja helyét annak a kétkedésnek, amely a jövőt illeti. Volt még egy érdekes felvetése Zelenszkij elnöknek. Arról volt hír, hogy megadna ukrán állampolgárságot a külföldi harcosoknak, meg az ukrán gyökerű külföldieknek. Lehetséges, akár elméletileg, hogy ilyen módon ukrán ilyen gyorsított állampolgárság megadásával jelentős számú külföldi katona érkezzen, akár kiképzett katona érkezzen Ukrajnába? Ez a klasszikus idegen légiónak az elve. Elképzelhetőnek elképzelhető, de zsoldosok eddig is harcolhattak. Ugye az alapvető problémát az jelenti ezen a területen, hogy egy idegen állam hadseregébe beállni az a legtöbb államban büntetendő. Tehát önkéntesek most már abban a helyzetben, ami katonailag is egyre inkább egyértelmű, hogy nem Ukrajna számára kedvező, én nem hiszem, hogy nagyon sokan jelentkeznének. Annak meg kicsi esélyét látom, hogy bármelyik ország, még Lengyelország is ezrével vezényelne saját katonait, vagy saját tartalékosait Ukrajnába, hogy egy ilyen áll-ukrán zászló alatt harcoljanak. Ennek nagyon gyorsan híre menne egyébként, hogy a hírek szerint az oroszok nem lacafacáznak, és azokat a zsoldosokat, akik fogságba esnek pontosan azért, mert nem vonatkozik rájuk a Genfi egyezmény, gyors tételjárással végzik ki. Ennek semmi, hogy mondjam, tehát ez ukrán állampolgárság esetében sem lenne akadály szerintem, hogy megkezdenek valakit, és nem ukránul válaszol, hogy azt a helyszínen kivégezzék. Volt tegnap egy olyan hír, amit ezen tudtam hova tenni, ez arról szólt, hogy orosz elit egységek tagadják meg a parancsot arra, hogy ilyen frontális támadásokba élő emberi frontként előre nyomulva hadba lépjenek, mert ezeknek a támadásoknak a vesztesége 50% fölötti, és hogy Oroszország eddig erre a célra használt ugyan egységeket, de azok többek közt a börtönökből toborzott súlyos elítéltekből álltak. Lehet értelme egy ilyen fajta orosz váltásnak, hogy értékes, magas kiképzettségű alakulatokat küldjenek be a Szurovikin tábornok által húsdarálónak nevezett helyzetekbe? Elképzelhető egyébként, tehát azt azért látni, hogy az orosz hadsereg nagyon komoly fejlődést mutatott földön, ami nem áll a helyzet magaslatán, és maguk az orosz vojenkorok is igen sokszor igen élesen bírálják az orosz vezetést, a katonai vezetést azon a tekintetben, hogy fantáziátlanul, az emberéletekkel pazarló módon bánó támadásokat szerveznek és indítanak az ukrán állások ellen. Tehát benne van a pakliba, hogy egy jól felkészült, egyébként lehet, hogy ex-Wagner-esekből álló alakulat azt mondta egy támadás, hogy ezt ebben a formában nem hajtják végre, de valószínűleg javasoltak egy másik megoldáson, a siker elérhető. Tehát normál esetben egy felső butasítást megtagadni csak igen indokolt esetben lehetséges, és általában súlyos következményekkel jár. Tehát ez ugyanúgy benne van a pakliba, hogy ez megtörtént, de nem hiszem, hogy egy nagyobb, magasabb egységről, tehát egy dandáról, vagy egy nagyobb alakulatról van szó. Valószínűleg egy helyi támadásnál a nem megfelelően kompetens parancsnok utasították vissza. Ebből hosszabb távú következtetéseket nem lehet levonni. Ha bármelyik oldalon megjelennek a magukat tömegével megadó katonák, és erről a videófelvétel is készül, akkor lehet majd bővebben beszélni erről a témáról. Lászlónak a kérdése, Belarusz bekapcsolódhat-e a konfliktusba bármikor? Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye több olyan jel is van, ami arra mutat, legutoljára Lukasenka elnök azon kijelentése, hogy Belarusia területét arra használják, hogy megtámadják a szövetségeset, az orosz területeket támadjanak, akkor nekik erre valamit reagálniuk kell. Úgyhogy nem tartom elképzelhetetlen, hogy az amúgy egyébként okkal meglehetősen passzív belarusz hadsereg tüzet fog nyitni ukrán területre, vagy a légvédelem, vagy a légierő valamilyen lépéseket fog tenni ezen a helyzet ellen, de ennél komolyabb harcba lépése nem számítok, már csak azért sem, mert Kijevhez a legközelebb a belarusz határ van, és ezt az útvonat elég komolyan elaknástották, és elég komoly védművekkel látták el az ukránok, tehát nem tartom valószínűleg, hogy abból az irányból egy komolyabb támadás induljon.
az biztos, hogy a belorusz hadsereg, sőt, hát nem biztos, de valószínű, hogy a belorusz hadsereg aktívabb lesz a közeljövőben. És nem először, de most újra fölmerültek azok a híresztelések, hogy Zelenszky elbocsátaná Valeri Zaluzsnyi vezérkari főnököt. A kettőjük közötti nézetkülönbségekről régóta hallhatunk és olvashatunk. Mennyire lehet innen kívülről megállapítani ezeknek a realitását? Semmennyire. Ezekben a viszonyokban, aki azt mondja, hogy belelát kívülről, hát akkor nem tudom, milyen forrásai vannak. Én úgy gondolom, hogy ebbe a konfliktusba külső, nem minősített források birtokában nem lehet belelátni. Utólag tudunk majd arról beszélni, hogy mi történt, vagy mi történhetett. Az gyanús, hogy Zaluzsnyi megint nem jelent meg hosszú ideje az ukrán médiában. Most az oroszok nem állították kivetesen, hogy ők ölték meg. De igazából az biztos, hogy a Zelenszkij-féle politikai vezetés folyamatosan és következetesen a katonai szempontokkal szembe menő döntéseket hozott, amelynek súlyos árat kellett megfizetni az ukrán katonai alakulatoknak. Zaluzsnyi egy jó katona, akinek van politikai realitás érzéke, azt mutatja, hogy amikor a parlament visszadobta a sorozásról szóló törvényt, akkor nem állt bele ebbe a történetbe, azt mondta, hogy ez a politikusok dolga egyébként az is, hogy biztosítsák egy katona számára azokat a lehetőségeket, ha tudjon harcolni. Ha nem kapja meg, akkor nem fog tudni harcolni. Ugye a 90-es évek izraeli oszlói szerződés kapcsán hallhattuk gyakran azt a kifejezést, hogy területet a békéért, ott ez a formula volt az egyik ilyen csoda megoldás, amiről aztán láthattuk, hogy nagyon kevéssé jött be. Mennyire van esélye annak, hogy és ki támogathatja, hogy egy ilyenfajta formula mentén történjen megállapodás Oroszország és Ukrajna között, tehát, hogy Ukrajna lemond azokról a területekről, amelyek jelenleg orosz megszállás alatt vannak Oroszország, amelyeket Oroszország annektált is, és ennek fejében egy hosszú távú fegyverszünetet vagy békét is köthetne Moszkvával. Ez egy rendszeresen visszatérő kérdés, és én ezt több helyen is elmondtam már, hogy ez egy zérőszegű játszma. Ha van zérőszegű játszma, akkor egy háború az az. És ebben a kérdésben az, hogy Oroszország megtartja azokat a területeket, amiket elfoglalt, ez nem kérdés. Tehát mi tudna rákényszeríteni egy Oroszországhoz fogható méretű atomhatalmat, hogy kivonuljon azokról a területekről, amiket fegyveres erővel foglalt el? Elmondtam önöknél is, már elmondtam másról is többször, egy orosz gazdasági, társadalmi, katonai összeomlás kivételével semmi. Tehát azok az álmok, hogy Oroszországnak tudnak valami olyasmit kínálni Ukrajnában, ami az egyébként szintén jelentős orosz katonai veszteségekért kompenzáció lehet, és azokon a területeken belül van, amiket már elfoglalt, egy nagyon-nagyon szép álom, de nem valós. Tehát Oroszország minimum azt viszi, tegyük hozzá, ha csak nem dől össze, tehát mindig hozzá kell tenni, amit eddig elfoglalt. Ezt el fogja vinni. Ez tetszik, nem tetszik egyes embereknek, ez nagyon szomorú tény, nagyon szomorú, hogy katonai erővel lehet ilyen típusú problémákat a 21. században megoldani, ettől függetlenül tény. Hogy mi az, amit még elvisz, az attól függ, hogy milyen lesz a katonai helyzet záros határidőn belül. Gyakorlatilag nem látom azt a megoldást, egy NATO közvetlen beavatkozáson kívül, aminek ismerik a veszélyeit, amely rá tudná venni az orosz vezetést arra, hogy ne vigyen el mindent. Mivel az ukrán fegyveres erő, az ukrán társadalom kezd kimerülni, nek egyértelmű jelei vannak. Lehet tagadni, meg lehet, aki ezt állítja, azt kövér bolsevikozni, meg orosz pártinak vádolni, meg stb. Ettől a tény az tény. Majd utána szomorú leszek nagyon, amikor Ukrajna elveszíti a függetlenségét, mert nyilvánvalóan minden egyes függetlenség fontos, értékes és számít, de erre lehetett számítani. Ez a helyzet, és egyébként Robert Sikasta is elmondta már több alkalommal, ez 2022 márciusától egyértelmű, zárójelzem meg, ha csak nem dől össze Oroszország, de ehhez legközelebb tavaly nyáron voltak. Tehát gyakorlatilag ebben a helyzetben minden más olyan szituáció, minden más olyan forgatókönyv, ami nem egy ilyen irányba mutat, az egy vágyálom, amit katonai erővel nem lehet alátámasztani. Mi elszoktunk attól, hogy a katonai erő mondja ki a végső szót. Mi elszoktunk attól, hogy katonai erővel ki lehessen kényszeríteni politikai végállapotot, ettől meg ez a szomorú tény. Nem mond ennek a értékelésnek az, hogy a Szovjetunió annak idején a rendszerváltáskor önként vonult ki olyan területekről, amelyeket korábban csak megszállva tartott a Varsói szerződés keretében. De nem tudta gazdaságilag föntartani.
Tehát pontosan erről beszélek én is, hogyha bekövetkezik egy Szovjetunióhoz hasonló gazdasági összeomlás, amire egyébként a szankciók szolgáltak volna, akkor Oroszország nem lesz képes gazdaságilag finanszírozni Ukrajna megszállását, és ki kell, hogy vonuljon azokról a területekről, hiszen ezeknek a megtartása sokkal több erőbe kerül, sokkal több erőforrásba kerül, mint amit meg tud engedni magának. De mivel ez nem történt meg, innentől kezdve az orosz előrenyomulás lassan, nagyon lassan, csigatempóban, de fokozatosan meg fog történni, hiszen a katonai erőviszonyok ebbe az irányba mutatnak. Tehát abban a pillanatban, hogy akár a társadalmi nyomás akkor lesz Vlagyimir Putyinom, mert ennek is megvan az esélye, hogy ne küldjön több fiatalembert a halálba, és kénytelen lesz megállítani a hadműveleteket, abban az esetben is lehet egyéb forgatókönyvekről beszélni, de amíg ennek nem látszanak a jelei, nincs tömegtüntetés a nagyvárosokban, nem támadják be és törik be a toborzirodák ablakai tucatjával, nem támadnak rá a toborzó tisztekre, addig az orosz társadalom egyértelműen támogatja ezt a háborút, és addig Oroszország elnyerése, amíg ez helyzet így van. Említettük az előbb Lenint, és Lenin halálának a 100. évfordulója kapcsán most napokban volt orosz lapok emlékeztettek arra, hogy hát az egész mostani háború is azért részben Leninhez köthető, mert ő volt az, aki államiságot adott a modern ukrán államnak, létrehozta ezt, és itt az ideje ennek a visszaforgatására. Mennyiben játszott szerepet az orosz gondolkodásban ez a fajta megközelítés? Én azt szoktam mondani, hogy a nagyanyámnak áramszedő lett volna, és sárga lett volna, akkor ő lett volna a villamos. Tehát igazából ez a helyzet, ez kialakult, elindult, ezzel nagyon mit kezdeni nem lehet. Bár ugye láttuk már oroszokat érdekes módon fölépni, én úgy gondolom, hogy az ukrán nemzeti tudatra ébredés az igazából 2014 után indult meg, és onnantól kezdve határozták meg magukat másképp, mint korábban, onnantól kezdve határozták meg magukat az oroszokkal szemben, nagyon komoly nyugati ösztönzéset tegyük hozzá. Nem véletlen, hogy az orosz vezetés konzekvensen nem beszél Ukrajnáról, nem azt mondja, hogy Ukrajna, hanem az ukrán területek, és Ukrajna államiságát is folyamatosan megkérdőjelezi, legutoljára Vlagyimir Putyin tette ezt. Az az alapvető probléma, hogy ahogy Csecsenföldön láttuk, megfelelő mennyiségű erőszak és megfelelő mennyiségű ösztönző alkalmazásával ez a folyamat átalakítható. Azok a csecsenek, akik a 90-es évektől kezdve folyamatosan el akartak szakadni Oroszországtól, azok most Oroszország leghűségesebb támogatói. Zárva jegyezném meg, hogy Cserkesz néven korábban is csecsenekből állt a cári testőrség. Tehát a csecsenek korábban is jó harcosok voltak, és annak is tartották magukat. Nem tartom elképzelhetőnek, hogy hasonló lesz Ukrajnával is. Amikor a háború véget ér, amikor az ellenállás szikráját és a csiráját is elfojtották brutális, durva, fegyveres erőszakkal, utána a megmaradt ukrán társadalom a túlélése szempontjából be fog állni Oroszország mögé, és gyakorlatilag onnantól kezdve várhatjuk azt, hogy ugyanolyan kiszolgálat lesz az orosz birodalmi céloknak, mint ahogy a csecsenek is megtették ezt a lépést. Nézzünk, írja, emlékeztet arra, hogy volt egy mai hír, hogy Szijjártó Péter külügyminisztert, aki Ukrajnába készült tárgyalni, megfenyegették, hogy robbanással fogják várni. Lehet szándék abban valamilyen szinten Ukrajnába, hogy ez a tárgyalás, ami elvezethet akár egy miniszterelnöki elnöki találkozó az Orbán Viktor és Volodymyr Zelenszky között, ez ne valósuljon meg? Szerintem ez a vesztüket érző szélső jobboldali ukrán nacionalistáknak a vak dühét mutatja csak. A Ukrajnának elemi érdeke, hogy a magyar ellenállás az Ukrajnának nyújtott európai támogatások irányában megszűnjön. Ehhez nyilvánvalóan lépéseket kell tenniük, ebben nyilván nem fér bele egy támadás a külügyminiszter ellen. Egyébként, ha ez megvalósul, akkor nyilvánvalóan nem jön létre ez a legfelsőbb szintű találkozó, ami bármilyen változást hozhat a kialakult helyzetben. Úgyhogy ezeket a lépéseket az ukrán titkosszolgálatnak elemi érdeke, hogy elfolytsa és megakadályozza. Ha nem teszi, az akár egyértelműen kázusz belli is lehet. Tehát egy olyan szituációban, amelyben egy adott országnak a politikai vezetését támadás éri egy ilyen helyzetbe, annak beláthatatlan következményei lesznek, akár a NATO támogatását is elveszítették, hiszen egy NATO ország politikai vezetője elleni támadás az mindenképpen egy nagyon súlyos megsértése az alapelveknek. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy komolyan gondolta bárki azon az oldalon, aki ezt a fenyegetést megszövegezte és elküldte, mert ennek a következményei túlzás nélkül beláthatatlanok. Ha, ne adj Isten, egy ilyen szituáció valóssá válik, és akármelyik kormányzati tag ellen egy ilyen típusú támadás megvalósul,
az akár a NATO-nak a felbomlásához is vezet, hiszen a NATO, ha nem lép, akkor saját létét kérdőjelezte meg, a saját szavahihetőségét dobta ki az ablakon. Tehát ez egy nagyon súlyos fenyegetés, én nem tartom teljesen komolynak a pontosan a súlyos következmények miatt, amire az ukrán vezetés is tisztában van. Gabriella írja, hogy pompás formában van Somkuti úr, nagyon meggyőző, és még hozzáteszi, hogy és lejátszás lassítása nélkül hallgathatom, gratula. Köszönöm már szépen. Élőadást azt se gyorsítani, se lassítani nem lehet, de azt szeretném jelezni a nézőink számára, akik így menet közben kapcsolódtak be, most már 1000-en gyűltünk össze, hogy amint vége lesz majd a beszélgetésünknek, akkor visszanézhető lesz. Újra föl fogjuk tölteni az adást, mert a YouTube-nak az algoritmusa ezt preferálja, tehát majd ezt az adást, amikor befejeztük, akkor ez egy új tartalomként fog fölkerülni a csatornánkra, és visszanézhető teljes terjedelmében. És akkor Lászlónak a kérdése az így szól, hogyha az Európai Unió, főleg Németország tovább gyengélkedik, Trump nem lesz a NATO mögött, akkor ki és mi fenyegetheti Európát a leghamarabb, vagy esetleg a belső feszültség, a migráció terméke hozhat fenyegetést? A migráció az alapvetően nem egy katonai fenyegetés, tehát a migráció az inkább egy társadalmi politikai probléma. Erre a NATO-nak nagyon kevés hatása van. Én hozzáteszem megint csak, hogy tudom, hogy ezzel nem leszek népszerű, de egy elemzőnek minden esetőségre fel kell készülnie. És hogyha Trump kiáll a NATO mögül, az Európai Unió tovább gyengül, akkor nem azért lesz orosz katonai fenyegetés, mert az oroszok mindenre rá akarják tenni a kezüket, hanem azért, mert a hatalomnak ez a logikája, ahol kialakul egy hatalmi vákum, oda egy erő be fog nyomulni, és a legközelebbi katonai erő az Oroszország. Ez ennyire egyszerű. Ez nem arról van szó, hogy Vlagyimir Putyin maga a földre szállt sátán, ez nem arról szól, hogy bárki az orosz vezetésből arról álmodozik, hogy Párizsig bevonuljon, mint Kutuzov, vagy aztán talán Kutuzov volt a napolani seregeknek a vezere, aki bevonult, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy amikor lehetősége van, ahogy az Egyesült Államoknak is lehetősége beállt, nála katonailag jelentősebb, gyengébb államokat megtámadni, vagy az akaratát erőszakkal rákényszeríteni, akkor ez a lehetőség megnyílik Oroszország számára. Se több, se kevesebb. Én nem mondom azt, hogy készülnek ilyen tervek, stb. Én azt mondom, ez egy olyan lehetőség lesz, amit egy Oroszországhoz hasonló hatalom számára bűn lenne nem kihasználni. És én tartok tőle, hogy az orosz katonai és politikai vezetése van olyan elszánt és realista, hogy ezt meg fogja lépni. Tehát én azt hiszem, hogy igazából ez a veszély, ez leginkább kívülről leselkedik ránk, és akkor mondhatnám egyébként a kínait is, vagy mondjuk a törököt is például, mert abban az esetben az Egyesült Államok valamilyen okból kifolyólag nem tud, vagy nem akar Európát megvédeni, onnantól kezdve Törökország is felléphet egy olyan szereplőként, mert miért ne? Neki is megvannak a katonai képességei, neki is megvannak a lehetőségei, miért ne léphetne fel? Tehát itt nem arról van szó, hogy itt bármelyik ország eleve rossz indulatos, mint egy James Bond főgonosz sötét terveket szöveget a szobájának a hátsó részébe, vagy a kastélynek a hátsó részébe, hanem arról van szó, hogy van egy hatalmi vákum, amiben a hatalom be fog nyomulni az a hatalmaik, amelyik éppen a legközelebb van, és amelyik képes erre. Ez erről szól, semmi másról. És hogyha áttérünk még itt végül a Közel-Keletre, akkor Európából üzent Josep Borrell külügyi főképviselő Izraelnek, hogyha nem hajlandók maguktól elfogadni a palesztin államiságot, akkor ezt lehet, hogy kívülről kell majd rájuk kényszeríteni. Mi lehet emögött a feltételezés mögött? Mi az, amit akár jogilag, akár geopolitikailag Izraelre rá lehetne kényszeríteni egy ilyen létfontosságú kérdésben? Emögött Josep Borrell teljes tudatlansága sejlik föl, és az a fajta vágyvezérelt vallási fanatizmus, amit igazából csak az iszlám államihoz tudnék hasonlítani, azok is belekötöttek az élő fába, és mindenkit megfenyegettek a kiirtásukkal, amíg a végén őket írtották ki gyakorlatilag írvag nélkül. Tehát az az alapvető probléma, hogy ahhoz, hogy valaki ilyen kijelentéseket tegyen, ahhoz nagyon komoly gazdasági, katonai és diplomáciai súlyra van szükség. Nem tudom fejből megmondani, hogy Izraelnek hányadik számú kereskedelmi partner az Európai Unió, de én úgy gondolom, hogy az első három kívül helyezkedik el. Na most egy teljes
európai blokkád, amit egyébként nem lenne teljes európai blokkád, hiszen nyilván lennének államok, többek között Németország, amelyik ebben nem menne bele, sem tudná Izrael talán rá kényszeríteni, hogy egy ilyen típusú lépést megtegyen, ha csak nem egyezik bele ő is. Ez egyik fele a történetnek, a másik fele, hogy mi akadályozna meg Izraelt, hogy egy légicsapással válaszol erre a rendkívül agresszív és mondjuk így minden valós alapot nélkülöző kijelentésre. Tehát az Európai Uniónak meg kéne már végre nagyon gyorsan tanulnia, hogy katonai erő hiányában az összes ilyen fenyegetőzés az öngól. Nem csak, hogy öngól, nem csak, hogy lábon lövi saját magát, hanem konkrétan tüdőn vagy szíven. Tehát az, hogy teljesen lényeges tartalom háttér nélküli fenyegetéseket haigál szerteszél a világba Oroszország felé, Izrael felé, Kína felé, ez gyakorlatilag a saját tehetetlenségét bizonyítja be inkább, mint a képességét vagy a lehetőségeit. Tehát egész egyszerűen lehet nyomást gyakorolni még egy szövetségesre is, erről mi magyarok elég sokat tudnánk beszélni, de mi nem lehet ezeket a dolgokat kulturált módon megbeszélni. Nyilván a palesztin lakosság szenvedése senkinek nem az érdeke, de mondjuk az a helyzet, hogy Izrael állam létezik, most számolom kell, 75 éve fönnáll, és nem mutatja annak a jelét, hogy tönkre akarna menni, ennek a figyelembevétele ez alapvető fontosságú. Tehát van egy katonailag potens atomfegyverekkel rendelkező állam, ezt még nukleáris zsarolással sem lehet rávenni arra, hogy olyan lépéseket tegyen, amiket nem akar. Lehet ösztönzőket felkínálni, lehet szándéknyilatkozatot tenni abban az irányban, hogy egy ilyen megoldás mindenki számára üdvös lenne, de az európainak olyan milyen bele kell nyúlni a zsebébe, és olyan milyen bele kell vonódni egy ilyen szituációba, amely messze a lehetőségei felett áll. Onnantól kezdve, hogy erre se nem képes, se nem akarja megtenni, onnantól kezdve ez üres szócsépés, fenyegetőzés, és ez pont olyan, mint amikor én fenyegetőzök azzal, hogy bárkit spárgába lát, vagy stb. Ilyesmi. Tehát ez egy teljesen komolytalan és nevetséges. Benjamin Netanyahu minden esetre elutasította ezt a feltételezést, vagy felvetést, és ugyanezt mondta Joe Biden felé is, tehát hogy palesztin államról szó sem lehet. Mi Izraelnek a legfőbb kifogása egy palesztin állammal szemben? Mondanám, hogy meg vagyok lefebben, Netanyahu válasza miatt, de nem. Gyakorlatilag az alapvető problémát én úgy vettem ki az izraeli vezetés szavaiból, az azt képezi, hogy a palesztin államiságért cserébe el kéne ismernünk Izrael államot. És azzal el kéne ismernünk azt a tényt, hogy bizony a palesztinok vesztettek területeket Izrael rovására, vagy Izrael javára az elmúlt évtizedek háborúban, és ezt nem hajlandóak megtenni. Na most én már az, úgy emlékszem, önnél is elmondtam a példát, hogyha bemegyünk X ember, akár 10 is, és szobában ott van egy 200 kilós hím gorilla, akkor ha megpróbáljuk leverni, akkor mi fogunk rosszul járni. Nyilván egy puskával más a helyzet, de tehát, hogy ilyen nincs. Tehát én azért az összes palesztin bűncselekmény, büntet ellenére azért elismerem, és elismerésre méltónak tartom a szilárdságukat, amivel ragaszkodnak az elképzeléseikhez, de ez idő után irracionális. Tehát teljesen irracionális azt gondolni, hogy azok a területek, ahol már ráadásul izraeliek is élnek, és az izraeli gazdaság szerves részét képezik, az bármikor visszakerülhet palesztin fennhatóság alá. Tegyük hozzá, ha csak nem történik meg egy társadalmi gazdasági összeomlás Izraelben, mint Oroszország esetén, tehát ennek is lássuk, hogy elég kicsi az esélye. Tehát gyakorlatilag racionális eshetőség arra, hogy ez bekövetkezik, nincs. Onnantól kezdve ehhez ragaszkodni, az már fanatizmust, megáltalkodottságot és számtalan egyéb negatív dolgot feltételez, és nem a racionális gondolkodást. Tehát amennyiben lesz olyan palesztin vezetés egyszer valamikor, amelyik szembe mer nézni azzal a valósággal, ami nem egy álom, nem egy rémálom, hanem tényleges fizikai valóság, akkor beszélhetünk kétállami megoldásról, kétállami megállapodásról, addig nem. Tehát ez többször már nem a nyugaton, vagy nem Izraelen múlt, hanem a palesztinokon, hogy ez a palesztin állam nem jött létre. A realitás viszont, ami most zajlik, az a gázai háború, most már 4. hónapja, és úgy tűnik, hogy azt az eredeti célt, ami a Hamasznak a teljes megsemmisítése és az uralmának a végleges felszámolásáról szólt, meg valamint a tusszaknak a kiszabadításáról, eléggé, hát nem tudom, hogy lehet ezt így mondani, hogy elengedte az izraeli vezetés, és most már ennél szerényebb célokat tűz ki. Hát a túlszok kiszabadítása, azt én is elmondtam, önöknél is elmondtam már, hogy sajnos ez az elejétől kezdve egy igen optimista elképzelés volt az ismert körülmények miatt, és nyilván én is
ha hasonló helyzetbe kerülnék, az utolsó pillanatig reménykednék abban, hogy valamilyen csoda folytán az elrabolt hozzátartozom, rokonom, ismerősöm ki fog szabadulni a fogságból, de ismerve a körülményeket, ennek nagyon kicsi az esélye. Tehát ezt nyilván ki kell nyilvánítani, a megvalósítás az egy másik kérdés, vagy mi külső elemzők ezt elmondhatjuk, ez belül Izraelben nyilván nem mondhatja el senki. Ami a Hamasznak a felszámolására irányul, én nem lennék ennyire pessimista ezen a területen, elég jól haladnak a katonai műveletek az északi területen, a déli területen is egyaránt, tehát a Hamasz, mint szervezetnek a felszámolása, a felelősök megbüntetése, az jól halad szerintem. Az egy dolog, hogy utána milyen politikai végállapotot lehet beállítani. A Hamasz ugyanúgy, mint a korábbi gerilla vagy terrorszervezetek, nyilván eszmeként, nyilván ideológiaként, nyilván névben fönn fog maradni, de tényleges, valós befolyással bíró szervezet a gázai övezetben nem hiszem, hogy belátható időn belül megalakulhat, vagy létrejöhet. Az igazi kérdés az jelenti, hogy mi lesz utána. Tehát amikor sikerül az izraeli célokat megvalósítani, az alagutakat, a terrorista szervezetnek az infrastruktúráját megsemmisíteni, utána milyen lépésekkel lehet valamilyen fajta együttélést kialakítani a gázai övezet lakosságával együtt, erre nem tudok választ adni. Ez nyilván attól is függ, hogy milyen eszközök állnak az izraeli kormányzat rendelkezésére, és mit akar és mit tud adni a nemzetközi közösség. A mai napon jelentették az be, hogy az október 7-e óta a legnagyobb veszteség, egy napon belüli veszteséget szenvedte az izraeli hadsereg. 21 katona vesztette életét, amikor összedőlt két olyan épület, amelyet éppen elkezdtek alá aknázni, és ez ennek a folyamatnak közben eltalálta egy palesztin rakéta, Hamasz rakéta valamelyik töltetet, és akkor így aktiválódtak. És ehhez képest egy héttel ezelőtt meg arról lehetett hallani, hogy hasonló szituációban szintén egy robbantásra előkészített, az egyszer előkészített épületnél vesztette életét több katona, ott pedig egy saját tankból kilőtt lövedék okozta ezt. Mit lehet ezekből az incidensekből, balesetekből, tragédiákból kiolvasni? Mennyire okolható ez amiatt, hogy például tartalékosokkal töltötték fel azért most jelentős létszámba az izraeli hadsereget? Az úgynevezett tűzfegyelem kérdése az mindig létfontosságú, és minél alacsonyabb egy hadseregben a tűzfegyelem, annál alacsonyabb a hadsereg kiképzettségének a szintje. Én bele sem merek gondolni abba, hogy milyen érzés lehet lassan hónapok óta harcolni olyan tartalékosként, aki október 7-e előtt egy teljesen átlagember életét élte a családja körében, és most már hónapok óta a háború poklában harcol. Tehát ez semmiképpen nem arról szól, hogy bárki tényleges és általános felelősség terhelne ezekért a balesetekért, vagy ezekért a halálesetekért. Ez sajnos a háború része. A tudomásuk kell, hogy egy tartalékos, aki egyébként normálisabb egy civil, aki nem a tűzfegyelemmel, nem a katonai műveletek összehangolásával tölti a hétköznapjait, az ilyen szituációban, ilyen helyzetekben hibákat fog elkövetni, és ezek a hibák emberéleteket jelentenek sajnos. Elképzelhető, hogy az is, hogy egy ilyen lövésnyi távolságra meg tudta közelíteni egy Hamas harcos ezt az épületet, az is egy ilyen hibának az eredménye, én ezt tartom valószínűnek. Egész egyszerűen egy olyan hadsereg, amelyik tartalékosokból áll, az ilyen hibákat sajnos el fog követni. Lehet egyébként az is, hogy a hírek szerint a múltkori alkalom, amelyben egyébként valamelyik különleges műveleti alakulat katonai vesztették életüket, ott például szintén egy hivatásos katona nyitott tüzet a harckocsiból, és ez okozta a többieknek a halálát. Tehát ez sajnos ugyanúgy, hogy az izraeli túszoknak, a kiszabadult túszoknak a halála, ez sajnos elkövetetlen velejárója egy háborúnak, ahol nem csak tervezett és szándékos pusztás, hanem ilyen véletlen pusztások is bekövetkeznek. Ez sajnos része ennek a küzdelemnek, és ezért mondom azt, hogy a háború maga a pokol, amit nagyon jó lenne mindenen elkerülni, mert valóban van egy olyan háború, amit az ember létfenntartásáért vív, lásd Izrael, de ettől eltekintve egy olyan küzdelem az ilyen áldozatokkal és ilyen problémákkal jár. Ez írja, hogy nagyon jó kérdések és válaszok, köszönjük a visszajelzést és a figyelmet. De mielőtt az izraeli hadsereget azért nagyon számon kérnék, hogy miért ilyen lassan halad előre a hadművelet
házával, azért tegyük hozzá azt, hogy a Vörös-tengeren az Egyesült Államok, Nagy-Britannia meg egy nemzetközi koalíció próbálja most már, mondhatjuk hónapok óta, felszámolni a jemeni huszi lázadóknak a rakéta és dróncsapásait, és hát az sem sikerült teljesen. Mit lehet ebből látni? Ugye említettem azt, hogy a levegőből azért nagyon másképp néznek ki a dolgok, és a drónok, a műholdak és egyéb felderítési eszközök ellenére azért egy környékre küldött felderítő, szárazföldi felderítő alakulat sokkal hatékonyabb és hasznosabb tud lenni. Már sokadik csapást mérik a szövetséges erők a husziknak az állásaira, és azért a huszik is inkább egy protoállam, mint az a fajta mezitlábas gerillák, ahogy sokan gondolkoznak róluk, de alapvetően ők egy szárazföldi gerilla alakulat, amelynek vannak ugyan balisztikus rakétái, cirkeló rakétái és felszín rakétái, de azért nem ezek képezik a fegyveres erőknek a magvát. Az az igazi megdöbbentő helyzet, hogy a többszörös csapások ellenére mai napig képesek támadásokat indítani a Vörös-tengeren hajózó hajók ellen, és ez is nagyon megmutatja az ilyen légi hadműveleteknek a korlátát, amiről elég sokat beszéltünk már ma, hogy valóban egy ilyen szinte korlátlan, modern képességekkel felszerelt erő sem képes ezeket a támadásokat megszüntetni, vagy minimálisra csökkenteni. Tehát az látszik, hogy ha csak nem indul egy igen kicsi valószínűségű szárazföldi művelet, akkor a huszik jelentette veszélye, még egy darabig együtt kell élnünk. Tegnap az Európai Unió is bejelentette, hogy hadihajókat fog küldeni a Vörös-tenger, hát meglátjuk majd, hogy ez mennyire billenti át a mérleget. Ugye Jemen mögött, a huszik mögött ott van Irán. És ugye Irán az elmúlt napokban azért több irányba aktiválta magát, Pakisztán felé, Irak felé is, és Jemenen keresztül is. Ez azt jelenti, hogy azért Irán, ha lassan és óvatosan is, de egyre inkább azért kézbe kapcsolódni, látva a gázai háborúnak az elhúzódását ebbe a közel-keleti káoszba? Erre lehetetlen jó választ adni. Nem látunk bele az iráni vezetésnek a belső folyamataiba. Én úgy gondolom, hogy Iránnak sokkal inkább megfelel még ez a fajta zavarosban való halászás, mint egy tényleges bekapcsolódás a küzdelmekbe, különösen azért, mert elnökválasztás jön. És akármit lépnek, tehát hogyha nagyon aktívan belebocsátkoznak a küzdelmekbe, az akár elősegíteti Trump elnök győzelmét, aki esküdt ellensége Iránnak. Bidennel több esélyük van megállapodni, mert a Biden kormányzat gyakorlatilag az Obama kormányzatnak a folytatása. Tehát én úgy gondolom, hogy Irán esetében azt látjuk, hogy a huszikat ért támadásokat torolják meg Irakban, az iraki Kurdisztánt ért támadásnak a kiváltó oka az a terrortámadás volt, amelyet Iránban követtek el, ugyanez igaz a pakisztáni része is, tehát mind a két fajta magyarázatnak megvan a logikai előzménye, vagy mind a két fajta magyarázatnak meg lehet logikailag indokolni. Én nekem van egy olyan megérzésem, hogy Irán nem érdekelt abba, hogy ezt a konfliktus nagyon kiterjessze. Jelenleg nem érdekelt benne. Nagyon köszönöm, másfél óra alatt körbejártuk ismét a világnak egy jelentős részét, Dél-Amerikától Skandináviáig. És ugye itt a végszóban, utolsó válaszában említette az amerikai elnök választást, aminek ma egy fontos, az előválasztásnak egy fontos állomásához érkezett New Hampshire-ben Donald Trump nagy valószínűséggel, hogyha ezt az államot megnyeri, akkor ellenfél nélkül marad. Ugye a floridai kormányzó Ron DeSantis már visszalépett a javára, korábban mások is, utoljára Nikki Haley volt ENSZ nagykövet, aki még kihívóként szembeáll vele. Meglátjuk, hogy hogyan alakul, beszámolunk itt a csatornánkon a választási eredményekről, és holnap reggelre várhatók eredmények. Önnek pedig nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen is a lehetőséget. Köszönöm önöknek is a kérdéseket és a figyelmet. Várjuk önöket további műsorainkkal, elemzésekkel, hírösszefoglalókkal itt a csatornánkon. Köszönjük, hogy már közel 54 ezeren feliratkoztak, és várjuk önöket további műsorainkkal a viszontlátásra.